estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a képernyők előtt, és természetesen itt a stúdióban. Önöknek külön köszönöm, hogy az ország különböző pontjairól ellátogattak ide hozzám. A mai adás első részében szexről és állatokról lesz szó, és mivel rengeteg a dolgunk, úgyhogy neki is fogunk. Tehát, szex és állatok, ha már egyszer show műsor van, akkor ne aprózzuk el a dolgot. Az első hír ugyanis úgy szól, hogy Schilling Árpád állatnak nevezte Havas Henriket. Miért nevezte állatnak, és ki kicsoda ebben a történetben? Ugye Schilling Árpád a férje annak a színésznőnek, aki ezt az egész Me Too kampányt kirobbantotta, és a sajtó segítségével nagyjából egy hét alatt leamortizálták, nyilvánosan likvidálták Marton Lászlót. Schilling Árpád, mint férj, mint sértett férj, természetesen nyakig benne volt ebben a nyilvános likvidálásban, és most ő legalább következetes lévén neki esett Havas Henriknek, és állatnak nevezte azért, amiért Havas Henrik nőket abuzált és zaklatott szexuálisan, legalábbis állítólag. Ugye, akik ismernek engem, tudják, hogy én soha életemben nem neveznék senkit állatnak. Éppen ezért nagyon felháborodtam, amikor Schilling Árpádtól ezt hallottam, és gondoltam is, hogy vitába szállok vele, de aztán az a helyzet, hogy még sincs vitám Schilling Árpáddal, Havas Henriket illetően, és erre akkor jöttem rá, amikor elolvastam Havas Henrik interjúját, amit azt követően adott, hogy a szexuális zaklatási botrány kitört az ő személyével kapcsolatban. És a szép hosszú interjúban, amit a Pest Hírnek adott, ezt az interjút azzal fejezi be, hogy ha mindazok a nők, akik őt akarták, de nem kapták meg, sorba állnának, akkor a Pozsonyi úttól egészen a Kálvin térig érne ez a sor. Ekkor döbbentem rá, hogy nem fogok vitatkozni Schilling Árpáddal az ügyben, hogy Havas Henrik állat-e vagy sem. Ugyanis végig gondoltam, kérem, hogy önök is gondolják végig, tehát Havas Henrik azt állítja magáról, hogy az ő érte rajongó és az ő testét féktelenül kívánó nők, ha sorba állnak a Pozsonyi út elején, akkor kimegyünk a Pozsonyi úton, bekanyarodunk a Nagykörútra, elmegyünk a Nyugati pályaudvarig, ott jobbra fordulunk, végig a Bajcsi-Zsilinszkin, aztán a Deák téren átmegyünk a Kiskörútra, Astoria, Múzeum körút, Kálvin tér. Eddig ér a sor, akik mind Havas Henriket akarják. Ez kérem szépen két békemenetnyi tömeg. Tényleg ilyen jó pasi a Havas Henrik? Vagy csak egy állat, és igaza van a Schillingnek? Nem tudom eldönteni, döntsék el önök. Ez volt tehát az első állat, de a héten még egy állat szóba került, legalábbis az én környezetemben. Ugyanis eljutott hozzám egy levél, amelyet szerzője eredetileg a HVG főszerkesztőjének írt. Nem is mondok többet, hallgassunk meg ebből a levélből egy idézetet. Az öcsém, aki akár a házasságát, a jó hírnevét a szórakoztatóiparban is képes lenne az ügy mellé letenni, alig két hónappal múlt 14 éves, amikor Szavér levadászta, engem meg éveken át hitegetett 16 évesen, és ha jogilag nem is, de emberileg megrontott, majd egy idegen országban, ahová elmenekített magával a már gyanút fogó családom és mindenki más szeme elől, egy szinte hajléktalan helyzetben hagyott, miközben előtte majd egy éven át segélyt vett fel, hogy én a fűtetlen metróállomásokon utcazenéléssel összeszedett pénzből fizessem a számláinkat, és az ő, ahogy később kiderült, bizonyos esetekben kéj utazásait. Ez egy rövid részlet abból a meglehetősen hosszú levélből tehát, amelyet egy ma már külföldön élő családos ember írt a HVG főszerkesztőjének, azt sérelmezve, hogy ugyan ő mindent elmondott,
mindent leírt, minden részletet feltárt azzal kapcsolatban, hogy Varnusz Xavér az 5. kerületben világhírű magyar orgona művész mit művelt vele, illetve velük, meg az öccsével, meg kit hogyan ront meg. A levélben egyébként szerepel egy ilyen mondat is, hogy egy szó mint száz, ez az ember, mármint Varnusz Xavér, egy állat, meg kell állítani mindazt, amit ma is tesz. És itt most egy kicsit szeretném, hogyha elfelejtenénk a cinizmust, mert Varnusz Xavér viselt dolgaival kapcsolatban sokkal nagyobb bennem a felháborodás, mint hogy ezt csak úgy el tudnám viccelni. Ugyanis itt tényleg gyerekekről van szó. És abból a levélből, amit ez az úr, akinek a nevét nincs felhatalmazásom egyelőre, hogy nyilvánosságra hozzak, illetve az a szombathelyi zenész, aki először nyilvánosság elé állt, a nevét is vállalva, Varnusz Xavér visel dolgairól. Nos, tehát itt gyerekekről van szó. És ebből a levélből, amit a HVG-nak írt ez az ember, az is kiderül, hogy Varnusz Xavér minden esetben megvárja, hogy a leendő áldozata betöltse a 14. életévét, ugyanis törvény szerint homoszexuális viszonynál 14 év a beleegyezési korhatár, onnantól kezdve tehát őt legalábbis erőszakkal nem lehet megvádolni, vagy megrontással nem lehet megvádolni, és akkor egy pillanatra gondoljanak abba bele, hogy most a hét elején kapott föl a média egy hírt, és napokig tárgyalta, főleg a bulvár sajtó, hogy Magyarországon egy vidéki kisvárosban hát gyakorlatilag elüldözték az iskola egyik tanárnőjét, akiről kiderült, hogy a 15 éves diákjával szexuális viszonyt folytatott. És ez megrontás és szörnyűség, és a tanárnőnek el kellett takarodni, és a fölháborodott szülők gyakorlatilag akár meg is lincselték volna, ha megtalálják. Most akkor kérdezem én, hogy miről is beszélünk? Ugye 15 éves kamasz fiúként az embernek az az egyik álma, hogy egy idősebb, gyönyörű nő fogja beavatni a szexualitás rejtelmeibe. Aki volt 15 éves és fiú, és volt szép tanárnője, mondjuk gimnáziumba, nekem volt, az erőteljesen szokott ilyesmiről álmodozni. És aztán, ha megtörténik, Istenem, akkor megtörténik. De ma úgy tűnik, hogy egy 15 éves fiút a tanárnője úgymond nem ronthat meg, de Varnusz Xavér egy 14 éves fiút nyugodtan megronthat, mert hogyha betöltötte a 14. életévét, ha bármelyikünk gyereke elfújja a 14. szülinapján a gyertyán, a tortán a gyertyát, akkor rögtön betoppanhat Varnusz Xavér, és elviheti az ágyába. Szerintem ez nincsen jól, és hogyha egyébként ezen a vonalon tovább megyünk, mármint kamasz fiúk és idősebb nők szerelmi bonyodalmain, akkor egy filmet is hoztam, mindjárt megnézünk belőle egy rövid részletet, amit szerintem a mai világ erkölcsei, vagy erkölcstelenség, vagy elmebaja szerint feltétlenül be kell tiltani. Nézzük is meg, miről van szó. Ugyebár az én korosztályom ifjú korának ikonikus filmjéről, a kamaszkorom legszebb nyaráról van szó, abból láttunk egy rövid részletet. Ebben a kisvárosban, ahol ezek a kamaszok élnek az Egyesült Államokban, 1942-ben játszódik, II. Világháború alatt, és van egy gyönyörű 30 év körüli nő, és az egyik főhős fiú, aki szintén ilyen 15-16 éves, beleszeret ebbe a nőbe, minden módon próbálja becserkészni, természetesen nem sikerül neki, hiszen a nő menyasszony, de a vőlegénye a fronton harcol. És amikor meghal a vőlegénye, és erről a nő megkapja az értesítést, azon az éjszakán
bánatában, elkeseredésében, kétségbeesésében végül is lefekszik ezzel a 15 éves fiúval. Nyilvánvaló tehát, hogy ezt a filmet be kell tiltani. Ilyesminek nem tehetjük ki a mai fiatal nézőket. De nem állhatunk meg félúton, mert hogyha ezt a filmet betiltottuk, akkor be kell tiltani az én ifjúságom, és teszem hozzá felnőtt korom másik ikonikus filmjét is, amit nagyjából fél évenként megnézek, ezt. Mondtam, oda se neki. Ugye ebben a mai gendervezérelt világban ez a film, ez végképp nem kerülhet közönség elé. Ugye volt egyszer egy Vadnyugat végéből láttunk néhány másodpercet. Itt már a harmonikás Charles Bronson ugye lelőtte Franket, elment, és a házban már csak Cheyenne és Claudia Cardinale tartózkodik. Cheyenne is éppen indulni készül, mikor ráver a világ akkor legszebb nőjének, Claudia Cardinale-nek a fenekére, és azt mondja neki búcsúzásképpen, hogy ha kimész majd a vasútépítő munkások közé, és ők is így rávernek a fenekedre, észre se vedd. De el sem tudod képzelni, hogy micsoda gyönyörűség egy férfinak, ha láthat egy ilyen nőt. Ezek Cheyenne utolsó szavai, majd kivonul, és kisvártatva meg is hal. És vége a filmnek. Ugye mindenki érzi, hogy ilyen mozikat ma már nem lehet bemutatni. Ezek idejét múlt szörnyűségek, itt férfiak vannak és nők, sehol egy transvestita nem lovagol át a színen, egy se fiú, se lány fehérje halmaz, ezek nem jó, ez rossz üzenetet hordoz. De ne álljunk meg félúton, mert rettenetesen rossz üzenetet hordoz József Attila is, amikor például a Thomas Mann üdvözlésében azt írja, hogy arról van szó, hogy ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, s nők a nők, szabadok, kedvesek, s mind ember, mert az egyre kevesebb. Hát mit képzel József Attila, drága véreim? Férfiak legyenek férfiak, a nők pedig nők. Ilyeneket ír le. Be kell tiltani József Attilát. Amúgy csak szeretném jelezni, hogy rengeteget gondolkoztunk Rudas Gabival, a rendezővel, hogy mit is tegyünk ide az íróasztalomra, és aztán végül is ezek mellett a furcsa tárgyak mellett döntöttünk. Ezek nagyon furcsa dolgok. Ezek idejét múlt, régi, elavult ügyek. Úgy hívják őket, hogy könyv. Nincsenek benne villódzó képek, nem lehet fölhívni, nem lehet betelefonálni, hogy ki énekelt a legszebben, nem lehet szavazni, Győzike sem jelenik meg bennük. Ez egyszerűen könyv. Csöndet igényel, odafigyelést, magunkba fordulást, arról nem beszélve, hogy olvasni kell őket, szinte felfoghatatlan. És végül is úgy döntöttem, lévén a Gutenberg galaxis megszállott rajongója, hogy akkor tegyünk könyvet az íróasztalomra. No, és hogyha megnéztük, hogy mely filmeket kell betiltani, és mely költőket és könyveket kell betiltani, és azt is megnéztük, hogy ki állat és ki nem, akkor haladjunk tovább a politika világába. Mégpedig folytassuk az eheti egyik parlamenti ülésnapon elhangzottakkal. Lássuk az LMP üdvöskéjét, a fröccsöntött Szent Johannát, Demeter Mártát. Miniszterelnök úr, önök most már több mint 7 éve szervezetten valósítják meg a korrupciós intézményrendszer kiépítését Magyarországon. Elképesztő pénzeket nyúltak le a magyar adófizetőktől, és most már ki kell mondjuk, hogy ezért ülni fognak.
megnézzük, akkor már most rengeteg BTK-beli tényállást elkövettek, és akkor csak hadd említsem az önnél itt felsoroltakat, ami csak a jéghegy csúcsa. Jelentős mértékű vagyonosodás eltitkolása, hatósági eljárásra utasítás politikai célból, ügyészség és más állami intézmények működésének politikai befolyásolása, 60 pusztai kastély ügye, és még sorolhatnánk, csak ezek költségvetési csalás, hivatali visszaélést is kimerítik. Kérdés nincsen abban, hogy önök el lesznek-e számoltatva, hiszen a 2018-as rendszerváltás követően kőkemény büntetőjogi felelősségre vonásra számíthatnak, attól függetlenül, hogy azt gondolják, hogy esetleg van annyi pénz a zsebükben, hogy ezt megúszák. Nem fogják megúszni, miniszterelnök úr. Amit önök csinálnak, az önmagában már nemzetárulás, hiszen hiszterizálják a magyar társadalmat, miközben pontosan az ellenkezőjét cselekszik annak, amit mondanak. Csodálatos kis filippika volt, élvezet volt hallgatni. Az ember kicsit úgy össze is rezzent, hogy majd mi fog várni a miniszterelnökre, meg persze nyilván ránk. Csak egy egészen pici, apró probléma van egyenlőre, és valószínűleg azért nem tűnt ez föl Demeter Mártának egyenlőre, mert ő még nem jutott el arra a szintre, hogy legyen mire szerénynek lennie. Szóval ez az apró probléma az mindössze annyi, hogy 4 hónappal a választások előtt nem nagyon vannak abban a helyzetben, hogy fenyegetéseiket valóra válthassák. Az utolsó 2 közvéleménykutatási eredmény az, majd látni is fogják mindjárt, az oszlopokat. Szóval az a helyzet, hogy jelen állás szerint az LMP-nek például mindössze 51%-kal kell már csak többet kapnia ahhoz, hogy bárkit börtönbe juttathassa. Mindössze 51% a különbség per pillanat az LMP és a Fidesz között. Ez a közvéleménykutatás ez azzal a címmel jelent meg, hogy a Fidesz megdöntötte saját rekordját 57%-on áll. És megjelent egy másik közvéleménykutatás is a napokban, a Mediáné. Ezt pedig a HVG, illetve a 24.hu azzal a címmel hozta, hogy egyre népszerűtlenebb az ellenzék. Na most, hogyha egyre népszerűtlenebb az ellenzék, a Fidesz 57%-on áll, akkor egyenlőre Demeter Márti, az a szomorú hírem van, egy picit még várnod kell azzal, amire készülsz. És mivel mindösszesen 2 percünk maradt, ezért már csak egyetlen egy hírt szeretnék megosztani önökkel, ugyanis járt hazánkban a Likudnak a külügyi igazgatója, aki interjút is adott, ha jól emlékszem, a Mandinernek. Hallgassunk meg ebből egy részletet. Abszolút támogatom Orbánt Soros ellen. Tudjuk Izraelben, hogy mit jelent Soros. Nagyon nehéz megmagyarázni, mi történt Izraelben Soros kapcsán. Számos NGO-t pénzel, és ez az ő joga, hiszen meg lehet a véleménye, ám ezek erőteljesen és igazságtalanul támadják Izraelt. Ezért hozzá hasonlóan demokratikus eszközökkel küzdünk ellenük. Tájékozottam a Soros ellenes kampányról, és nem hiszem, hogy az antiszemita. El kell mondanom a magyar zsidó közösségnek, melyet egyéb iránt nagyon nagyra tartok, hogy Soros egy katasztrófa. Harcolnunk kell ellene minden elérhető demokratikus eszközzel. Likudnyikként boldogan segítek a magyar kormánynak a Soros elleni harcban, de sosem segíteném a zsidó közösséggel szemben. Egyáltalán nem. Soros egy katasztrófa, és a lehető legnagyobb mértékben le kell lépítenünk a hatalmát, mert el akarja pusztítani a normális világunkat, és egy új világot akar építeni. Azonban, ha új világot akar építeni, akkor alapítson pártot, és mérettesse meg magát a választáson. Ez így megy. És ha más eszközöket használ, akkor mi is más eszközökkel állítjuk meg. Úgy hiszem, hogy a magyar zsidó közösség Soros kampánnyal kapcsolatos benyomásai tévesek. Megfontolandó szavak, és csak annyit tennék hozzá, hogy nevezett úr még azt is mondta, hogy a Jobbik és Soros ugyanannak az éremnek a két oldala, és a Jobbik is egy tragédia. És ezt azért tartottam fontosnak elmondani. Egyrészt, hogy Albert Camus-vel üzenhessek egy kicsit a Jobbik házatájára.
Albert Camus, aki egyébként egy személyben mentette meg 56-ban a nyugati értelmiség becsületét, kiállván a magyar forradalom mellett, a Lázadó ember című esszé kötetében ezt írja. De attól fogva, hogy jellem híján minden áron tannal ajándékozza meg önmagát az ember, a bűn vitába kezd, izeg mozog, mint a józan ész maga, és felölti a szillogizmus valamennyi alakzatát. Nagyon fontos sorok ezek, hogyha a mai Jobbikról gondolkodunk, és szünet után nem más lesz a vendégem, mint Nagy Ervin, a Jobbik egykori alapító tagja, akivel Vona Gáborról fogok beszélgetni. Rövid szünet, és jövünk vissza. Már is elsuhant ez a röpke kis szünet, kezdődik a második rész. Vendégem a stúdióban Nagy Ervin, filozófus, egyszer s mind a Jobbik alapító tagja. Szerbusz, jó estét kívánok! Szerbusz, jó estét kívánok! És a beszélgetésünk során Jobbik alapítóként és filozófusként is szükségem lesz ma este rád. Mióta ismered Vona Gábort? Egy gimnáziumban jártunk, mindketten gyöngyösiek vagyunk. Ő egy másik osztályba járt ugyan, de együtt voltunk testnevelés órán, egy csapatba fociztunk, egy baráti körhöz tartoztunk, tehát mondhatni azt, hogy olyan 14-15 éves korom óta, és amikor Budapestre kerültünk egyetemre, akkor ugye egy kollégiumban laktunk egy ideig, egy baráti társaságban maradtunk, nyilván összetartottunk mi, mint gyöngyösiek, és együtt is kerültünk egy olyan közösségbe, amit akkor még úgy hívtak, hogy jobboldali ifjúsági közösség, ami a Jobbiknak volt egy megelőző civil szervezete, egy ilyen egyetemeken működő non-profit civil szervezet. Akkor ezt, ha jól számolom, hát majdnem 30 éves ismerettség, majdnem. Közel. Akkor viszont úgy is föltehetném ezek után a kérdést, látva a mai Vona Gábort, hogy mióta nem ismered Vona Gábort, és akkor innen elkezdhetnéd az egészet újra elmondani, de komolyra fordítva a szót, ebből a majdnem 30 éves ismerettség után a te számodra meglepetés az, amit most művel, vagy ez bele volt kódolva ebbe a személyiségbe? Nézd, nehéz erre válaszolni, mert igazából én úgy látom, hogy valahol ez ott volt benne ennek a lehetősége. De hát nyilván barátom volt, és egy baráttal az ember mindig elfogult. Azt látni kell, hogy ő 20-as éveiben egy ilyen útkereső fiatal ember volt, egy tehetséges történésznek indult, jól tanult, nagyon jók voltak a jegyei neki, és hát kereste a helyét. És azt tudni kell, hogy ő 20 évesen keresztelkedett meg, tehát ugye ez egy ilyen identitásváltás volt az életében, találkozott a kereszténységgel, és komolyan is gondolta, beköltözött egy időre a ferencesekhez, kollégiumba, és lakott is ott velük. Aztán ugye látszódott rajta az, hogy keresi a helyét a politikában is. Először hát a Jobbik mellett ő belépett a Fideszbe is, erről is beszélni kell. Tehát nála volt egy ilyen lehetőség, hogy Fidesz tag volt, és talán ott megtalálja a helyét. Aztán ugye a kereszténységgel kapcsolatosan is voltak változások az életében, amikor könyvébe is leírta, hogy emlékezzünk rá arra, hogy úgy fogalmazott, hogy az iszlám az utolsó mencsvára a mai embereknek a liberális demokrácia ellen. Lehet, hogy nem szó szerint idéztem, de volt egy időszak, amikor ugye az iszlám felé volt egyfajta valamilyen szimpátiája. És hát volt egy olyan időszak is, amikor nagyon radikális lett, mi akkor jöttünk el egyébként a Jobbikból, amikor megalapították a Gárdát, amikor elindították a cigánybűnözés kommunikációt, és bevették az elnökségbe azt a szegedi családot, aki szó szerint és kőkeményen antiszemita kommunikációt vitt a Jobbikban. Ezt egyébként nem én mondom, bocsáss meg, hogy belevágok, nem én mondom, ezt azóta szegedi család mondta ki, tehát nem én antiszemitázom le szegedi családot, hanem ezt ő vallotta be utólag.
kicsit még elbíbelődnék itt a kereszténységnél, az ugye igen, önmagában izgalmas, hogyha valaki felnőtt fejjel 20 évesen keresztelkedik meg, mert ez nyilván egy tudatos vállalás akkor. Hát mi a fenéért keresztelkedett volna meg, ha nem azért, mert akkor úgy gondolta, hogy ahogy te is fogalmaztad, találkozott a kereszténységgel, vagy Jézussal, vagy nem tudom. Igen ám, de a kereszténységgel való találkozása és az iszlám melletti hitvallás között azért volt egy meglehetősen kemény ilyen pogány korszak is. Tehát azért én emlékszem a Jobbiknak arra a korszakára, amikor ugye Kurultáj, ős magyar, Árpád király, Attila király, főiskola, Badinyi Jós, tehát ez a Jézus pártus herceg vonulat. Tehát akkor a kereszténységgel való nagy találkozás elég hamar átfordult valami pogány szemléletbe, és a pogányságból mentünk aztán át az iszlámba? Hát, hogyha úgy nézzük kulturálisan, hogy mondjuk két szimbolikus alakját a magyar történelemnek megjelölök, Szent István és Koppány, akkor igen, volt Vona Gábornál egy olyan időszak, amikor Koppányra tette volna le a voksát. Ez azután volt, hogy ő megkeresztelkedett és kereste a helyét ugye a keresztény kultúrkörben. És ez valóban összekötődött azzal a fajta ősmagyar kutatásokkal, azzal az ősmagyar kultusszal, ami a nemzeti radikális oldalon ott volt. De hát szerintem az, hogy 20 évesen valaki így keresi a helyét, az szerintem egy természetes dolog, és ezzel nincs is baj. Szerintem nagyon sokan voltunk így ezzel. Viszont az, hogy most már ő lassan 40 éves, jövőre 40 éves lesz, ráadásul Magyarország miniszterelnöke akar lenni, talán nem szerencsés az, hogy még mindig ilyen útkeresésben van, hisz látjuk, hogy most pedig azokhoz a liberális értelmiségiekhez dörgölőzik, akik ellen eleve a Jobbik megfogalmazódott. Tehát teljesen kifordult önmagából, egy 180 fordulatot tett megint a személyisége. Tehát azt el lehet mondani, hogy igen, kódolva volt az, hogy ő csaponk, nincs kialakult világképe. Ezek utólag, persze már a kérdésedben benne volt, hogy mióta nem tartjuk a kapcsolatot, nyilván a mi baráti kapcsolatunk megromlott, és évek óta nem beszélünk egymással, de látom azt, hogy továbbra is ugyanúgy viselkedik, mint hogyha 20 éves lenne. És ami ebben a legrosszabb és a legveszélyesebb, hogy ezt a fajta kiszámíthatatlanságot, labilitást ráerőltet egy politikai közösségre, vagy rá akarja erőltetni, mert nem igazán vevők rá most a Jobbikba, nagyon sokan a pártagságból jól látszik. Erre még mindjárt vissza is térünk, de még egy picit maradnék itt most már kimondhatjuk a permanens útkeresésnél, hogy, és mint egy kicsit most a filozófust is kérdezem. Ugye most Vona egy hosszabb interjúban azt magyarázta, hogy ez a mostani 180 fokos fordulat, az újabb 180 fokos fordulat, aminek talán a legszimbolikusabb pillanata, hogy a Spinoza házba megy a budapesti zsidósághoz elzarándokó kanosszát járni, és hűségesküdt tesz ugye emellett a vonal mellett. Ezt magyarázandó egy hosszú interjúban fejtegeti, hogy na ez aztán részéről egy ilyen nagyon lassan és hosszan kiérlelt valódi változás, hogy szép lassan jött arra rá, hogy mégiscsak ez a helyes út. Igen ám, de nincs egy éve, hogy még Julius Evola volt az atyamestere. Na most akkor én lennék az utolsó, aki jó marxista filozófusként és filozófia történészként, csak úgy pertangentem, lefasisztáznám és náciznám Julius Evolát, mert ennél kicsit, hogy is mondjam, csak összetettebb a személyisége, és mondjuk tudjuk, hogy volt ebben az országban néhány évtized, amikor Martin Heidegger is nácinak és fasisztának számított, tehát ez semmit nem jelent. Na de azért, ha valaki egy évvel ezelőtt még Julius Evolával fekszik és kell, ezek után elmagyarázni azt, hogy egy hosszú, lassú, kiérlelt folyamatként jut el Julius Evolától a Spinoza házig egy év alatt, az elég meredek.
Ez, azt kell mondanom, hogy ez tényleg, nem tudom, mi játszódik le a fejébe Vona Gábornak, de azt kell mondanom, hogy ez tényleg egy olyan változás, vagy váltás, ami számomra is értetetlen. Számomra, aki azért láttam őt 20 évesen, hogy milyen útkeresésben van. Még talán azt is gondolhatnám, hogy ezek felvett maszkok. Tehát ő sose volt igazán nemzeti radikális. Sőt, talán most se őszintén mondja, amit mond, csak keresi azokat a gondolatokat, vagy azokat a lehetőségeket, ahol a hatalomhoz tudna jutni. Egy nagyon szélsőségesen hiú, már-már narcisztikus emberről van szó. Egy olyan emberről, aki teljesen mindegy, hogy milyen ruhát vesz magára, csak szerepelhessen és elő lehessen. Tehát valami ilyesmi történhet az életében. De a filozófiára visszatérve ez valóban furcsa, mert azért nagy filozófusok életében is voltak korszakok, gondolkodó emberek változnak, ez így van. De azért ilyen változások azért nem nagyon szoktak természetes módon megtörténni az emberbe. Nagyon furcsa, és ami a legmeglepőbb számomra mindebben az, hogy tényleg ilyen gyorsan zajlott le. Tehát, hogy fél éve, ahogy mondod, még erről beszélt, és megpróbálták valahol azt a fajta kétkulacsos politikát folytatni a Jobbikban a társaival együtt, hogy egy kicsit a nemzeti radikálisoknak is adunk, meg balra is próbálunk adni. Tehát volt egy ilyen stratégia, és megpróbálták elhitetni azzal a nemzeti radikális szubkultúrával, hogy ez csak a külcsin változik, a belbecs, tehát a tartalom az megmarad. Hát egy Schneider Tamás abban még a bizonyos mondta, belső igen. beszédében elmondta, hogy nyugi gyerekek, mi ugyanazok vagyunk, csak most kifelé azt kell pofázzuk, hogy mi megszelidültünk, megjuhászottunk. De úgy leszik, most már ennek de is De most vége. Már ennek vége. Tehát ez, igen, erre szerettem volna én is kiukadni végül is, hogy ennek is vége, tehát most már ők ezt kőkeményen bevállalják, hogy tartalmilag is változtak. Hát most nem fogom felsorolni nyilván a programpontokat, de hát 2006, 2010, 2014, ezeken a választási években a Jobbik EU-ellenes pártként indult. A programjában ott volt az, hogy vizsgáljuk felül, vagy legyen egy népszavazás az Európai Unióval kapcsolatosan. Ha már szóba hoztad, és ennek örülök, nézzük már meg, elhoztad magaddal a 2006-os választási kampány szórólapját, a te saját szórólapodat, ezt mindjárt megtekinthetik a kedves nézők is, itt meg fog jelenni. Ahol ugyebár az látszik, hogy van egy oszlop, ami az MSZP-t és az SZDSZ-t jelképezi, egymást rakva két hasáb, mellette a Fideszt jelképező hasáb, és az MSZP-SZDSZ együtt nagyobb hasáb, mint a Fidesz. És akkor ugye az van a plakáton, hogy egy kéz így ráteszi a Fidesz hasábjára a miép Jobbik kis zöld hasábját, ami ezáltal magasabbá válik, mint a MSZP-SZDSZ összefogás. Tehát magyarul az volt ugyebár az üzenet, hogy a Jobbik a miéppel egyetemben a Fidesz oldalán, a Fidesz segítve a balliberális tábor ellen indul harcba. Sőt, ez ugye egy 2006-os választási kampánynak a figurája, vagy valami fajta grafikája, és azt látni kell, hogy ez minden jelöltnek ott volt a hátoldalán, tehát minden jelölt szórólapjának ott volt a hátoldalán. Azért az enyémet hoztam el, mert nyilván nem akartam mást kellemetlen helyzetbe hozni. Vona Gábor én egyébként nem, mert Vona Gábor 2006-ban nem indult el, mert 2006-ban ő éppen egy ügynöki tevékenységet végzett, és árult valami biztonságtechnikai porszívót, vagy nem tudom milyen dolgokat. És igazából igen, ez volt az alapkoncepció. Azért azt látni kell, hogy ez azt is szimbolizálja, hogy a Jobbik, amikor 2006-ban elkezdett felfutni. Ugye ez köszönhető a Gyurcsány kormánynak, Gyurcsány kormány hibáinak, bűneinek, morális bűneinek, és a 2006-os őszi eseményeknek. Akkor választottuk meg, ugye Vona Gábort akkor tért vissza a politikába, akkor választottuk meg elnöknek, és az volt a célunk, hogy valóban egy olyan nemzeti radikális pártot hozzunk létre, ami ha kell, akár a Fidesz lelkiismerete is lehet nemzeti kérdésekben, de mindig támogatja nemzeti kérdésekben a Fideszt. Hát erről szól ez a plakát is, amit láthattak a nézők. És valójában az is volt a célunk Vona Gábor megválasztásával, hogy mivel neki voltak fideszes kapcsolatai a fideszes múltja miatt, ezáltal ő talán jobban tud majd partnerségi viszonyt kialakítani a Fidesszel, mint az előző elnök Kovács Dávid, ugye, aki a mélyben politizált. Bizonyos. És nem is nagyon volt programunk, próbáltunk azért gondolatokat megfogalmazni, de igazából azt el kell mondani, hogy 2006-ban a Jobbik egy protestpárt volt, tehát egy valami ellen fogalmazta meg magát, az MSZP és leginkább az SZDSZ ellen, ezt ábrázolja ez a kép is. És a legnagyobb morális bűn szerintem most az a Jobbik vezetői részéről és Vona Gábor részéről, hogy pontosan azokhoz dörgölőzik,
aki ellen valaha a Jobbik megfogalmazta magát, és egyáltalán ettől tudott az lenni a Jobbik, ami ettől tudott megnőni, parlamenti párttá válni. Hát most, ha el kéne készíteni az új 18-as kis szórólapot, akkor azon csak annyi változást kéne eszközölni, hogy a jó sok hasából álló baloldali tömb tetejére valaki ráteszi éppen a Jobbik tömbjét, igaz, a DK fölé. No, de visszatérve még egy pillanatra, ahogy összefoglalván egy ilyen nagyon labilis és bizonytalan, és ráadásul narcisztikus személyiség, ő mennyiben volt fogja a mindenkori tanácsadóinak, akik körülvették? Nagyon. Röviden, hosszabban kifejtve, igazából azok a változások, amik az élete során történtek, ott azért megfigyelhető, hogy más-más emberek vették körül. Tehát amikor ő felvette ezt a nemzeti radikális maszkot, hozzáteszem, hogy nem csak a kereszténységet vette fel 20 évesen, hanem nevet is változtatott. Ugye ő Zázrivec Gábor néven született, én Zazának becéztem őt a gimnáziumba, és felvette a Vona Gábor nevet. Egyébként a Jobbikban nem egy névváltoztató van, csak úgy megjegyzem, hogy Toroszkai például Tótnak született, Zékárpád Dániel Zsiga Dánielnek született, csak hát a nemzeti radikális szubkultúrában ezek a nevek nem voltak úgy eladhatóak. Igen, tehát ez egy identitáskeresés, ami ráadásul nagyon feltűnően látszik a névváltoztatáson is. És visszatérve Gábor személyére és ezekre a változásokra, hogy ő voltak éppen, amikor ezeket a pontokat kereste, akkor mindig voltak körülötte olyan emberek, akik ellátták tanácsokkal. Nyilván, amikor a 2006-os választás után a MÉP-pel szorosabb lett a kapcsolat, akkor olyan emberek vették körül, akik inkább a nemzeti radikális szubkultúrából érkeztek. Ugye akkor ő elindította a cigánybűnözés kommunikációt, elindította a Magyar Gárdát és más ilyeneket. Amiről pedig te is beszéltél, amikor volt ez az Evola korszaka, akkor pedig olyan tanácsadók vettek, ez a Baranyi József nevezettű filozófus például, olyan tanácsadók vették őt körül, akik ezeknek a filozófusoknak a szerelmesei, és hallgatott rájuk. Most pedig szerintem ugyanezt történt, vagy történik, jól láthatóan, hogy az iránytű intézetnél, ugye a Forrai Rihárd által megalapított, és egyébként Jobbik pénzből, illetve a Simicska Birodalom pénzéből élő iránytű intézet, ott kezdett kialakulni egy új tanácsadó közeg. Egy olyan tanácsadó közeg, amely pragmatikus, egyáltalán nem ismeri a nemzeti radikális szubkultúrát, egyáltalán nem gondolkodik jobb és baloldalba, hanem pusztán számoknak nézi az embereket. És most ezek a tanácsadók veszik körbe Vona Gábort, ezzel nem akarom őt védeni, hogy ő a becsapott vezető, hisz ő hozza meg ezeket a döntéseket, de ezeknek az embereknek egyszerűen nincs meg az a fajta szocializációja, ami a jobb oldalon más tanácsadóknak vagy más háttéremberektek megvan. Nem is ismerik a közeget, nem is akarják megismerni a közeget. Akkor. Ennyiből egyébként gyenge kezű Vona Gábor, mert bizonyos szempontból minden döntése, változása mögött mindig ott volt egy olyan közösség, akinek megfelelni szeretett volna. Elérkeztünk a egyik fontos csomópontjához ennek a beszélgetésnek, nevezetesen, hogy mégis mi a mesterterv. Mert ugye most azért azt Vona Gábornak is látnia kell, és az őt éppen aktuálisan körülvevő és tanácsokkal ellátó iránytű intézet is azt méri hónapról hónapra, hogy elment a választóik fele, valahol lebegnek a semmiben, esélyük nincs arra, hogy 18-ban nem, hogy választást nyerjenek, esélyük nincs. Miközben Vona egyébként nem kicsit tette fel a lécet, mikor azt mondta, hogy ha ő nem nyer 18-ban, akkor lemond, kíváncsian várjuk. És ehhez képest ugye még mindig fele nagy magabiztossággal, óriási arccal mondja, amit mond. Azt értem, hogy mást nem is tehet. De mégis, mi a mesterterv? Hát látja, hát 4 hónapja van hátra, és utána ott fog ülni a semmiben. A mesterterv az eredetileg az volt, hogy ez a tanácsadói közeg, aki egyáltalán nem ismerte a nemzeti radikális szubkultúrát, ami egyébként létezik, és én úgy gondolom, hogy jogosultsága van Magyarországon egy olyan pártnak, ami akár a Fidesztől jobbra sokkal erőteljesebben fogalmaz meg bizonyos kérdéseket, de mindenképpen a jobb oldalon áll a nemzeti kérdésekben, és mondjuk nem csak azt a kormányt támadja, amely nemzeti sorskérdésekben nagyon erős döntéseket hoz, hanem támogatja ilyen helyzetben. Tehát van létjogosultsága. A mesterterv az volt, hogy megtartva ezt a közeget,
egyfajta másmilyen kétkulacsos, kettős kommunikációval megszólítják azokat a bizonytalanokat, akik a baloldali káoszt láttán, de mondjuk a Fidesszel szemben fogalmazzák meg magukat, de a baloldali káosz láttán nem találják most magukat. És ez volt a mesterterv, hogy majd onnan ők elhalásznak annyi szavazatot, amivel át tudják ütni egy nemzeti radikális pártnál lévő üvegplafon. De szerintem ez egy rossz gondolat volt, mert hogyha nyugaton nézzük, tehát ez egy politikai stratégiai hiba volt, ha nyugaton nézzük, a Nemzeti Front, a Szabadságpárt, az AfD, meg más ilyen pártok nem tettek ilyen morálisan elfogadhatatlan lépéseket, hogy a liberálisokkal összedörgölöztek volna, vagy hasonlóan elárulták volna mondjuk az unióhoz való viszonyukat, ahogy most a Jobbik éppen teszi, és mégiscsak felfelé mentek. Ők viszont úgy döntöttek, hogy megpróbálnak nyitni elfelé, viszont nem ismerték ezek a tanácsadók, és valószínűleg Vona Gábor sem a nemzeti radikális szubkultúrát, mert nekik nagyon fontosak a szimbólumok, nagyon fontosak azok a szimbólumok, amik ugye a nemzetünkhöz kapcsolódnak, a hagyományok, a történelmünk, a kultúrák, és nagyon fontos az, hogy például egy olyan kérdésben, amikor szavazni kell az alkotmány módosításról, az, hogy a kerítés állhasson, és hogy a jogszabályok, hogy ne lehessen Magyarországra a jogszabályokkal meggátolva betelepíteni bevándorló közösségeket, akkor ebben a kérdésben nem áll a kormány mellé. Tehát ez kiütötte a biztosítékot, tehát valójában ma már a nemzeti radikális szavazók csalódtak a Jobbikban, nagyon elkeseredettek, és igazából sajnálom is őket, azt kell, hogy mondjam, mert ők rátették az életüket, pénzüket, szabadidejüket, lelkesen dolgoztak azért, hogy a Jobbik ott legyen, ahol lennie kell. És őket árult el Vona Gábor. Ez a két kulacsos kommunikáció nem működött, tehát maga a politikai stratégia az megbukott, köszönhetőnek egyébként a morális részének is. Most, hogy mi a terv, valószínűleg most egy védekezésbe fognak vonulni, tehát nem tudom, hogy mind gondolkodnak, de az biztos, hogy válságkezelésben vannak, kőkemény válságkezelésben, mert már visszatáncolni, vagy ahogy Novák előtt fogalmazott, visszatolni a szekeret már nem tudják. Valószínűleg a két szék közé fognak ülni, tehát se a bal oldalról nem tudnak annyi szavazatot szerezni, mint szerettek volna, azokat a nemzetérzésű jó magyar embereket pedig, akiket eddig maguk mögött tudtak, azokat pedig elveszítik. Hát akkor befejezésképpen mondom, innen is elkezdhetnénk a beszélgetést újra, lenne még 86 kérdésem. De befejezésképpen azért egy jó tanácsot mindenképpen tudnék adni, ha már ez az új mesterterv, hogy mondjuk Z. Kárpát Dániel változtassa vissza a nevét Zsiga Dánielre, mert azzal többre fog menni a Spinoza házba. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Ervin. Köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, jövő héten a szokott időben találkozunk, a viszontlátásra.